Hello, hello, sziasztok! 2023 húsvét hétfő van, kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk mindketten, én is, meg Csabi is. Igaz, hogy ez már a hétfő délután, de hát nem baj, még azért időben vagyok. Amit most készítettünk, az egy húsvéti sonka tojással töltve angolos módban, ugyanis én Angliában élek, és itt azt az igazi nagyon finom füstölt sonkát azt én itt nem kapom meg. Elmehetnék magyar boltba, de úgy gondolom meg kéne rendelnem, mert idáig még nem jutottam. És amikor tavaly a hentesem nekem külön füstölt egy sonkát, hát az is ugyan olyan volt, amit ma vettem. Tehát itt nem tudnak füstölni, ez van. Nem tudják, hogy mi az elvárás részünkről. Ezt nem érdemes megfőzni és húsvéti sonkaként feltálalni, nem ugyanaz az ízesem. Éppen ezért úgy döntöttem, ha már nem ugyanaz, mint a megszokott húsvéti sonka, akkor legyen egy kicsit más, úgyhogy én fogtam magam és ezt a húsvéti sonkának nevezett angolos sonkát, én ledaráltam, dúsítottam még egy kis zsíros békönnel, és nekünk nagyon, nagyon ízlett ez, ami lett belőle. Állagra úgy néz ki, mint a löncshús régen gyerekkoromban, a konzerv löncshús, hát íze természetesen nem ugyanaz. Úgyhogy nálunk ez lesz a húsvéti sonka mostantól. Én nem biztatok senkit arra, hogy az otthoni isteni füstölt sonkáját ő ledarálja, semmiképpen. De tanulságnak, hogyha van valami, vagy például maradék sonkát, ha már unjátok így, azt még le lehet találni. De akármilyen húst így szalonnával dúsítasz, akkor nagyon-nagyon finom zsíros, ami a ketogénben nagyon hasznos, zsíros kis felvágottat kapsz. Remélem tetszeni fog, nekünk ez a húsvéti sonkánk, fogadjátok szeretettel. Jók legyetek! Hát kérem szépen, húsvét lévén van egy kis sonkám, nem olyan magyaros, szépen sokáig megfüstölt, hanem ilyen angolos füstölt sonka. Ez szabadon tartott malackáknak a húsia. Hogy ne legyen, próbáltam minél zsírosabbat venni, hát ez nem olyan sok, ezen találtam egy kicsivel többet, de teszek hozzá, ebből is a legzsírosabb békönt próbáltam megvenni, és a szentségtörés követek el, mert ahelyett, hogy megfőzném egybe, én ezt ledarálom egybe. Na, lássunk neki! Kétszer ledaráltuk ezt a gyönyörű szép sonkát. Kicsit sok sikerült, úgyhogy a egyik sonkának a felét vissza is raktam. Ez eleve ugye füstölt sonka, tehát sós, megkóstoltam, nem kell sózni. És bár lehetne fűszerezni, de én most nem szeretném. Tehát ez most egy ugyanúgy sonka lesz tojással, csak más a forma. De ez van. Ebből most vizeskésszel hajtogatok szép nagy, vagy formázgatok szép kis gombócokat, teszek bele tojást, és majd visszatérek. Befért, jól van. Hát, rácson van mind a három, alatta egy kis víz, és közepes és a legnagyobb gáz között, tehát nem túl erősen megsütjük. Hát szerintem ezt egy két órát fogom sütni szépen, és majd hagyom kihűlni elzárás után. Legközelebb visszatérek, amikor reggel kicsomagolom őket. Megnézzük a csodát. Na, szóval, itt van a reggel, kicsit álmos vagyok, de Csabi már követeli a reggelit. Megnézzük, mit műveltünk. Folyik belőle minden. Ezt ki kell folyatni. Na, vissza az egész. Így.
Kicsomagoljuk. Itt is folyik. Ezt is megmentjük. Wow! Itt a földcsonka. De szép. Na, várjunk. Na nézzük, mi lesz ebből. Hát a tojás az valahol, nem tudom, hol kezdődik. 1 centi szeleteket vágok. Hát ez most nem száraz. A tojás. Kiputtyant belőle a sárgája. Szerintem rossz a kés. Ez lesz jó. Ez a recés vékonyabban vág. Ez a jó. Ilyen késsel vágjátok. De éhen kórászt. Nem nyug. Elvette. Nem izé. Hát ezzel élek, most mondjátok meg. Rengetegszer kikészítem a kaját fotózásra, mire oda megyek, már belenyúl. Kész. Illata nagyon finom, na mondd, ha már belekóstoltál, milyen? Gut. Gut. Very good. Na jó van, fölvágtuk. Most ne nyúlj bele. Előkészített rukkolást tálba fogok rakni. Lehet, hogy a tojásokat másik irányba kellett volna rakni bele. Itt a tál, és most díszítjük. Csak a színekedőjére egy párat ide rakunk. Hát íme, ez az én húsvéti tálam. Jó étvágyat hozzá. A torma mellékelve lesz. Nem kenem rá. És az elégedett felhasználó? Milyen volt? Azt mondja, ízlett neki.